Na jó, van itt vagyok, hát nem tudom, hogy a kamera, de jó, hogy itt van. Teljesen szétesett a streamen, hála az égnek. Nem Istenem. Izé is minden megszakadt. Fantasztikus, imádom. De itt vagyok. Hála az égnek. Ah, Istenem, és most akkor ez a meccsem is elszállt, remek. Mi az a Redman? Valami vicces film? Ember, aki... Na. Zolcsika, mi az Isten? Mit akarsz te? Akkor mi az Isten csinálunk az e-mail címeddel? Ezt miért írtad be? Mire jó az e-mail címed? Nem tudod. Jó van, akkor ezért mától paritját. Jajjajj, moderátornak hozzáadjuk. Mától a paritja elő van léptetve. Na srácok, most nyernem kell. Most már nem érdekel, most már valamit ki kell találnom, hogy úgy nyerjek, hogy rakéta nélkül. Most a rem szad, hogy lőjenek. Na, ez egy jó gyenge ellenfél papíron, direkt olyat ad, hogy én nyerjek, mert látja a játék, hogy á, nem bír ez a srác nyerni. Adunk neki egy gyenge ellenfelet. Még szövetségese sincsen. Na. Pitbullásom lesz. Jó messze van az a szar Harvesternek a Tiberium. Félek, hogy van egy troll dolgot akar Zoltán itten csinálni, és akkor gondoltam, hogy kell egy moderátor, aki megállítja. Nem, azt akarom! Ezt akarom. Ó, de jó egységeket hoz a haver. Körülök. Jó van. Tudod a tankodat hozzad. Ezt én kilövöm. Ez az. Unit lost.
Ez az. Szerintem egyértelműen kell a két harvester. Csak itt megnézem, hogy mennyivel jobb egységeket hoztam, jóval hamarabb, mint ő, hogy két harvesterrel tolom. Na most! Menjél már! Hát nem már, miért nem mentél? Mindegy. Végre megvan, küldözelem így. Oh. Szia, kobak. Azért, mert féltem, hogy Zoli elkezd valamit trollkodni, és kell egy moderátor, aki gyorsan megfogja. Ah, de végre megcsináltam így, jó mondjuk, direkt olyan ellenfelet dobott be, aki rangba jó van alattam van, hogy mert már látta a szenvedéseimet, de most szerintem megint egy erősebbet fog. Nem, még egy picit itt rangba gyengébb bedob be. Nem ideiglenes, hogyha jól viselkedsz és rendes leszel, rendes modi leszel, akkor nem szoktam elvenni. Soha nem veszem el. Na nézzük. Azt lőjön. Úristen, már kilövöm a harvesterét, hát ez nekem nagyon jó. Az viszont nem jó, hogy arra ráállt. Az nem jó. Na most kilövi. Megint nem lesz meg az a rohadt küldetés. Lehet, hogy ezt a küldetést a végére kéne hagynom. Na, ezek össze csapnak. Orkán. Helyes, köszi! Ez rendes tőlem. Oda be kell repülnöm, de két kilövöm, ez így megvan. Csak az a rohadt rakéta, hogy egyet kaptam. Hát, már pedig van nálk is.
De a nék az talán szebb, de amúgy meg... Senki nem mondja meg az embernek, hogy... Senki nem mondhatja meg az embernek, hogy hogy beszéljen, akkor a sok külföldi, meg vidéki magyart, akkor azt le kéne fejezni, mert máshogy beszélnek, mint a budapestiek. Szóval nem. Van, van, használják, akkor van. Hát, a nyelvtantanárok amúgy meg néha vannak olyan nyelvtantanárok, akik nem éppen, hogy is mondjam, nem éppen haladnak a korral, és a nyelvtan helyesírási ajánlás, mert az a helyesírási képzőkönyv igazából egy ajánlás, azt szigorúan veszik, pedig csak ajánlás. Senki nem mondja meg ott se a Magyar Tudományos Akadémián, hogy hogy kell beszélni, csak ajánlják, hogy esetleg úgy. Basszus, nem menj már ki. Maradja. Próbáljál menekülni. Ezt lőjed ki. Lőjed, lőjed, lőjed. Basszus, ez... Szorosabb lesz, mint szeretnél. Basszus, nem el, hogy megint nem sikerült. Ez nem igaz, ez a küldetés. Ez durva ez a küldetés. Miért ez ment oda, amikor a Harvestert akartam oda küldetni? Mi a szar? Hát, drága, a Game Pass-szal nem annyira. Basszus, ne csináljuk már! Már megint milyen ellenfelet kaptam? Nem áll, hogy ez a szar fényobelészk még mindig ott van. Az én épületeimben ezek nem maradnak ott. Jó erős az a fényobelészk, komolyan. Rakétás OP, de... Ez a ránk szórós, ennek nem örülök a bázisom előtt! Úristen! Minél már! Na végre! Úristen, ez kemény volt, az a Chromo Flame Tank így... kemény volt! Nem tudom megcsinálni azt a küldetést.
Nem tudom megcsinálni az a küldetés. Még ha nyerek is, nyerek, nyerek, nem azon van a hangsúly, nyerek, de a küldetés nem bírom megcsinálni. Regisztráltatok amúgy? Megpróbáltok a regisztrációt úgy, ahogy írtam, vagy csináltam a videót, hogy hogy kell? Ez az FNAF. Ez az FNAF. Milyen túl mond? Mi jelent a túl mond? Lőj bele még egyet, Pitbull! Lőj bele még egyet, Pitbull! Azaz! Azaz! Na? Ez az! Enyém az első lövés! Basszus! Eltolódott az egész, az véletlenül izit! Gyalogosat hoztam ki! Állj rá, Harvester, hogy legyen időm fejlődni! Mert rossz gyalogosokat hoztam ki, ez a levon. Na most nem áll olyan jól a színem. De kevesen múlott! Majdnem nyertem. Majdnem meglett. Nem hiszem. Five Nights at Freddy's. Sose foglalkoztam vele. Nem hiszem el. Mik a not küldetéseim? Nézzük. Hármat kell nyernem. Scorpio tankkal kell gyilkolnom. Megcsinálom a not küldetéseket, akkor legyen. Legyen az. A zóna katona túl OP, főleg úgy, hogy a repülőket is tudja támadni. Én nem is értem. Nunya!
És jött a bike rush. Okay. Ez jó gyorsan átmegy abba az irányba, hogy rakétásokkal kezdett el jönni ellenem. Nem, te... Azt meg látom, hogy ott hátba támad. Hú, basszus. Menjél rá! Nem jót hoztam. Ez az? Sikerült. Oké. Ez elintézve. Menj oda. Meg támadna? Nem azt, azt. Aztat. Úgy, úgy. Viszont most nyerek. Tehát oké, okay, hogy azt ott benyaltam azt a lövést, de... Azt nézd. Ennyi. Oh, yeah. Milyen IP bannokat kaptál te? Milyen IP bannjaid vannak? Kinek adtam én moderátor jogot? Kinek? Mit tettem? Megint nyunya! Hát tudom, nem igaz. De ő megint jó messze van a Tiberium. Mondjuk tudhatnám, hogy nyúnyáról van szó, akkor... Ah, azt hittem megint olyanokat hoz, mint az előbb. Galám.
Mennyi kell még a 80-ot? Nem sok. Figyelek. Na, hát tudom, mire készülsz. Megint nem sikerült jól kijelölnem az egységet. Vesztek. Vesztettem. Most legyőzött nyúja. Úristen. Csaltál? Tényleg nem csaltál, csak mondtál? Nyúja verte. Mi ez már? Na, ezt még tréningelhetném. Bens konfesszor. Meg ilyet be lehet rakni. Ja, de ez meg a izébjárból jön, a Temple of Nodban. Ból. Mondjuk lehet, hogy ott. Megnézzük, milyen ez így. Mit rángattál? Mi az, hogy rángattál? Ez mi az Istent jelent? De rohadt meleg van, emberek, nem hiszem el. Mi az Istenért? Semmi értelme ennek a melegnek. Na, már menekít is ki. Gyere, gyűjtöm a nyersanyagot. Ezt így csináltam. Mennél? Na mi? Ó, basszus. Megint lehet, hogy vereség lesz. Ne
Hozzad a pénzt. Ajaj, mi lesz itt? Ezt is elveszítem vajon? Sikerült kilőnöm. Ezt mivel lehet támadni? Mi a szar ez? Mi a jó ellene? Úristen, 10 szepta állasztalja. És jön még egy. Hát ezt nem hiszem el. Hello X. Hát ezt nem hiszem el. Ez a Rockworm, ez... Mi a szar? Hogy harcolja kellene? Jóval magasabb szintű akkor, mint én, ha ilyenje van. Miért van ilyenje? Nem elég, hogy ugye Lang Solution voltak, még ez a Rákövelmia is volt, és nem is tudtam counterelni. Ugyanaz a map. Remélem nem rakétás, nem. Most lehet, hogy nagy hiba volt. Harvestet lehívni, az nagy hiba volt. Nem is tudom, miért hívtam le, amikor nem is lehet úgy igazán szándékomban. Tudtam, hogy gyalogosokra lesz szükség. Hát, nem érnek el a motorok addig. Úristen, mi az ott? Hát ha az erősebb, mint az én Scorpio, mert beszarok. De lángszomosom se lehet, hát nem áll. Mit rontok el?
Alacsony szintűek az egységeim, vagy mi? Most a nodot vagy a GTI-t fejleszem? Célszerűbb az egyiket, biztos vagyok benne. És max utána a másikat, de nem akarok csak az egyikkel játszani. Főleg nem akkor, hogyha arról van szó, hogy alapvetően, hogy mind a kettővel van küldetés. Azt hiszem, hogy van a csapatomban ilyen. Tovább nem tudom fejleszteni ennél jobban. Az ősömnek kéne majd még. Valami fejlesztés. Nem tudom. Most nem ment a noddal, nézzük meg megint a GDI-t. Pű, 753, 732, jajaj! Ez megint csak probléma lesz. De az, hogy úgy nyerjék, hogy csak két a csapás nélkül, még mindig túl nagy kérés szerintem. Nem tudom oda küldeni, ez hihetetlen. Repteret hoz. Basszus, direkt azért akar... NEM MÁR! Ez most vit? Most leraktam azt a szart, ahelyett, hogy a rakétásokat ki tudtam volna hozni. Basszuljad már, bazd! Nem már, hogy... És ki jön? A jön kanon meg elcseszte a izémet. Nézd meg! Ne...
És nem! Átvált USD-re, csak le kell törölnöd a profilodat. Creeper Network, a VPN-nel kell, le kell törölnöd vagy a telefonról a profilodat, vagy pedig a izénél a... Ja, és a hely meghatározási kérelmet ki kell kapcsolni, vagy pedig emulátorral csinálod, és akkor nincs ilyen. Akkor csak a hely meghatározási kérelmet kell kikapcsolni. És akkor ugye a VPN-nel elhiszi, hogy hol vagy. Hogy emulátorral szórakozhatsz még. Szia, Zakommer, Virgil. Tetszik a játék, én szeretem a játékot, de a matchmaking az nem túl jó néha, mert olyan egységek jönnek ellenem, hogy én csak pislogok. Tehát, hogy én, nekem esélyem nincsen hozni hasonlókat. Ezek meg simán hozzák a izéket, a brutál egységeket. Most Node ellenfelem van, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Dupla Harvester kezdés. Megpróbálom kiátszani a srácot. Jó. Tök jó, hogy herit hozok, ami pont nem jó semmire, minden counterről ide, én ezt választottam be, de miért? Na egyet legalább kiszedtem. Basszus szabba. Most, azt lőd. Röjjed ki! Azaz! Egyet megnyertem magamnak. Obelisk. Ez se jó. Ez meg lődelegőben mi? Persze, hogy lődelegőben simán kívül. Nincs kántorom. Na, megint nincsen meg az a szar. Itt meg nem tudok átmenni majd a Sandstorm-mal. Obelisk. Sehol nem tudok átmenni a Sandstorm-mal, nem fér el sehol. Ráadásul véletlenül rakétásot hoztam, ami megint csak nem jó semmi ellen se. Véletlenül rákattintottam a rakétásra. Fantasztikusabb választásom nem is lehetett volna. Tök jó, mert most így meg ebből a felállással, ahogy most vannak az egységeim, nincsen semmi, ami a gyalogost counterolja. Nem tudom counterolni a gyalogost. Az a baj, hogy most ráadásul még ha tudnám is counterolni azt a rohadt gyalogost, a rifle-menjeimmel hármas szintűek. Nem tudom, hogy pay to win-e, mert nem lehet pénzt fizetni a játékban, tehát nem tudom. De szerintem nem pay to win-e, mint most, amit most tapasztalok, hogy rohadjon meg, rossz
rossz izéket ad, vagy rossz kártyáim vannak, és nem tudom counterolni. Sniper kéne, vagy valami ilyesmit adhatna. A sniper 12-es szinttől van. De a gyalogosok, ezt a sima gyalogos kellene továbbfejlesztenem, de nem tudom. És túl gyenge. Nagyon gyenge, nem tudok vele... Nem tudok mit csinálni. És hiába keverem, kavarom a paklimat, hiányzik. Felfejlesztem, és kicserélem a helire. Hát, ha így jutok valamire. Lehet, hogy a Wolverine-t is jól lett volna fejleszteni inkább. Az Isten, egy légy van a monitoromon. Nincs nálam zsebkendő, nem tudom mit tartani, meg mit van a játék. Találtam egy zsepit, de nem jön ki a faszkóból. Na. Mindig ott van a légy. Aztán megvan. Most markomba fogom tartani a hulláját, ami... Mindjárt kilő. De én lövök ki most. Nézd, milyen jól irányítottam a dolgokat. Biztos én akartam oda rakni. Csak az egyik kezemben egy légy van. Gyorsan voltam. Nem biztos, hogy most jól csináltam, amit csináltam. Tank talán elég ideig kibírja, hogy... Hogyha ide beküldöm... Nem bírtak ki elég ideig. Szús! Nem a Harvestert akarom elküldeni. Ezt. Ez nem igaz. Megint zóna katonák. Ez a... Nem tudok. Nem tudok mit hozni a gyalogosok ellen. Ha megszakadok, sincs olyan egységem, ami a gyalogos tankvadász egységek ellen jó. Nincs, azért nincsen, mert nincsen a paklimban se zónakatona, se hármasnál erősebb rifleman, a Rhino meg nem jó erre. Ah, azt nem hiszem el. Kidobom a legyet.
Elmentem meg mosdóba is. Jó, itt. Esnek le a dolgok. Eddig még egyetlen egy balance patch volt, és most készítik a következő balance patch-et. Tehát készül a balance patch. Legközelebbre szerintem már más lesz a szituáció, de ahhoz, hogy tudják, hogy ez túl OP, ahhoz az is kell, hogy én nekem fel kell mennem a fórumra, és be kell írnom, hogy figyeljetek, szerintem túl OP-k a zónakatonák. Aztán majd csinálnak vele valamit, hogyha ők is egyetértenek. Ó, már megint egy ilyen ágyus barom. Akárhogy nézem, szerintem a... Hát nem tudom, mondjuk nézhetem azt, hogy az Ion ágyú az egyből elpusztít egy egységet, a Turret meg egy csomó ideig szarakodik vele, viszont hogyha belegondolok, akkor a Turret viszont nagyon jó blokkolni az utat, tehát hogy arra is nagyon jó taktikai lehetőségeket nyújt. Azért csak nem mondhatom, hogy... Nem tudok oda. Basszus, már megint az a baj, hogy kiadom az egységet, akkor utána szívás az egész. Gyerjad ki! No, megpróbáltam, nem is gondolom. Úristen! Oké. Okay. Következő tír. Lőjél még? Azaz! Na ezt kidobom. Csezd meg! Hát már nem tudom oda berakni. Nem is ezt akartam, hanem a másikat hozni. Megint van ágyú. Nézd meg! Ez mi, ha nem OP? Istenem! Megint nem lesznek az a szar küldetű!
Nem tudom, mennyibe kerül az Ion ágyú, de ez így ebben a formában túl OP. Chess, nem hiszem el, tényleg. Ne menj oda! Azt akarja elérni. Megint Ion ágyú, nézd! Nem! Ez az Ion ágyú. Sűrűn tudja dobni, szerintem sűrűbben, mint ahogy én le tudom dobni a turetet, és ráadásul még jó nagy területre is hat a sebzése, és... Hadd nézem meg. Hol a francba kell megnézni? Itt. Mennyibe kerül egy ilyen Ion ágyú? 150-ben? Nem tudom. Ez nekem túl gyors. Lehetett Harvestere nekem is volt, és... De nem is, nincs is időm kitérni egy Ion ágyú elől, egyszerűen csak megjelenik, és minden egységem eltűnik a környéken. Tehát, hogy így... Nem baj, ezek így derülnek ki, hogyha játszanak vele az emberek a test során, tehát hogy én... Nagyon jól tudom, hogy alfa verzióval játszom, azért nem is hibáztatom. Különösebben, hogy most így ez... Olyan szar lenne, hogy... Miért haragudnom kéne csak... ezek a rakétás... Na! Mi a francot csinált valaki? Valami robbant fönt, vagy... Miközben kilőtték rám az első rakétát, persze. Miközben én itt szórakozok a... Na, mivel? De nem tudom, mi tört? Valami felrobbant kint vagy? Nem tudok, megnézem. Na, azt hiszem, hogy most már viszont újra megy. Nem tudom, miért lett offline. Mindenesetre nem tudom azt, hogy mi robbant fel oda ki. Hiába néztem ki, nem láttam. Jaj, Istenem. Popovics. Megint egy Ion ágyus barom. Nem kell sokkal többet várnom ahhoz, hogy Predátort hozzak ki. Jó, mondjuk lassabb. Szerintem, hogy sikerült már jól mondanom. Miért nem tudom kijelölni?
Jó, igazából eléggé koncentrálok, de... És az, hogy ennyire tönkretettem a gazdaságát, nézzétek mekkora előnyt adott nekem. Esélye nem volt. Esélye nem volt! Gyertem! Gyertem! Végre! Úristen! Így, hogy nem lőtt egyet csak belém. Azt a mindenit. Úristen! Csak jó ez a pitbull, mert jó, hogyha le, ha mikrozol vele, akkor viszont a harvesternek nem sok esélye van. És mikróval sikerült, köszi parítja, mikróval sikerült kikerülgetnem az összes szar tényezőt, ami... Milyen a De játszottam én a World of Tanks Blitzel telefonon még Japánban. Ez ugye ilyen egyszerűsített World of Tanks. Ebben viszont még kettőt kell nyernem, mert nem hiszem, hogy annyira nehéz lesz. Csak meg tudom csinálni. Bulldog! Pitbull! Szívas most már. Kétszer nagyobb rangja, mint nekem! Mi az Isten? Dehogy most mikróztam először, ne szórakozz már! Krisztó, nem voltál itt tegnap? Nem áll. Szerinted nem. Nem jó. Azt hittem, hogy egy icipicit hamarabb fog lángszólosom lenni, és akkor ezt meg tudom csinálni, de nem. Nem arról volt szó, Krisztó, hogy izé... Hogy nem mikróztam vagy valami, hanem arról van szó, hogy... Úgy kellett nyernem, hogy nem lőnek belém rakétát. És eddig ez nem nagyon sikerült. Mert nyerni nyertem, de rakétát mindig kaptam. Na, egy kicsit nem figyeltem, és már kikaptam. Au, basszus! Ez biztos jól benéztem amúgy. Ja, nekem is megvan az összes része. Kétszer, legalább, ha nem többször. Rohadt ijé. Megvetették velem az Ultimate Collection. Játsszak. Szerintem nincsenek botok.
Nem hiszem, hogy lennének. Akkor ki mondta? Ha nem te. Maradj csak távol a Harvest rendtől. Nem úgy, mint én a tiédtől, bocs. Ne, 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 ne! Basszus, nem hiszem el! Nem, véletlen elküldtem valahova az Isten háta mögé azokat a szar gyalogosokat. Hát ezt nem hiszem el. Ez, kész. Nem. Na. Nem tudom, hogy vannak-e botok, vagy nincsenek, de én nem érzem azt, hogy nagyon lennének. Nem úgy játszanak az emberek, mint egy bot. Istenem. Most meg nagyon hiányzott ez a szar buggy. Mert konfesszorra meg nem volt pénzem. És a buggy meg tök jó lenne a területet fogni a gyalogosok ellen. Ja, édes Istenem. Olyan, tehát alapvetően azt nézed, vagy úgy nézed, mint hogyha ez egy kis pálya lenne. Ez mondjuk lehet, hogy bot. Százassal. DM-olok, nem tudom. Tehát alapvetően úgy nézed, meg úgy látod, mint hogyha kicsi lenne a pálya, biztos átlátod. De nem. Tehát, hogy így annyi minden történik itt is. Hello. Annyi minden történik itt is, hogy nehéz. Megfogni. Na, ezt nem győzöm le, ezt a százasat, akkor semmit. Tehát, hogy így... De azért mondom, hogy nincsenek botok, mert szerintem fölösleges, akkor beengednének több embert a játékba. Mi volt a... érve? De mi volt az érve? Köszi. Semmiért nem láttam, hogy honnan jönne. Basszus, nem ez.
Túl gyorsan, hát mondom, az én nem tartom érnek, hogy túl gyorsan matchmaking, mert most friss a játék, mindenki alig várja, hogy bejusson, kevés az ember, akkor meg engednek be még embert. Letölti ezt a játék, tehát hogy így... Ez az, egyet kivettem. Szóval be tudnám vinni, az nagy előny lenne. Szóval Confessor, ez nem volt rossz ötlet hozni, és szerintem most meg is leszek. Úgy érzem, hogy jók az esélyeim. Elzártam az útját, ennyi, jól van. Na nézzük, várjál, mit őket írtatok? Na. Hát abban most én megyek, mert barátommal megyünk el foglalni a Vidal Hearts of Iron 4-ben. Jó van, sok sikert. A másik pedig az, hogy a Titanfall mobilos játékban volt, amit nekem nem volt, mint az embereknek. De ezt bizonyítottam? Tényleg? Bevallották, hogy voltak benne botok? Nem tudom. Biztos élvezetesebb úgy játszani, hogy elindul a játék, akkor inkább botok ellen játszik az ember, mint sem, hogy órákat várjon. Annyira nem lenne rossz trükk, tehát... Mert úgy érzve, hogy azt a látszatot kell tenni, hogy emberek ellen játszom, mégiscsak valami. De az az érzésem, mondom, hogy olyan nehéz ellenfeleket kapok, hogy én nem hiszem, hogy ezt így bot tudná. Tehát, hogy megállt a játék. Megállt a játék. Akkor ez a program hibája. Ez a fajta kifagyás. Van ott egy több forrászolók nekem is. PUBG Mobile-nál is botok voltak, csak ott nem a kevés player miatt. Ott miért? Nem tudom, én lehet tudom képzelni. Figyelj, rövidek a játékok, nem olyan, mint egy... Halo Wars 2, ahol egy óráig is elmehet. És lenne kivel játszani, csak mindenki vár arra, hogy befejezzék éppen a játékot, hanem itt, ha megnézed, akkor itt 3 perc, és már mehet az újabb meccs valakivel. Szerintem itt annyira nem szükséges a botozás, nem? Na. No.
És már nyerni szeretnék. Viszont meg szeretném nyerni. És már ideje lenne. Na viszont hát most már tudom, hogy nem tudok Twitch-e nagyon közvetíteni, de ez így elfogadható, ez a minőség így a YouTube-on, hogy telefonon keresztül streamelem? Nem probléma? Képminőség, meg minden elég jó, hogy... Ne! Hova vitt a elvesztelő? Menj le! Azaz. Basszus, és oda ott adta a szart. Amiket most már foglaljam be. Akkor ez lesz. Ezt ott elviszem fel. Mondja, hogy ó, de jó, hogy szó, hogy nem foglalkozok egy egységemmel, amivel kéne foglalkoznom. Ez cuki. Ez tök rendes. Dolog tőle. Te maradjunk ott, az jó lesz. Azokat a cyborgokat még nem tudja. És nyertem! Azaz! Már megijedtem, hogy én fogok veszíteni, de nem! Köszi, hogy visszajelztétek közben a minőséget, csak nem nagyon tudtam figyelni, mert nagyon koncentráltam. Ennyit szenvedni ezekért a küldetésekért, basszus! Na nyissuk ki! Gondolom már kinyithatom. Ha lejárt volna az időm, akkor nem kapom meg ezt a csodacsomagot. Jaj, legyél benne rájfülme! Van benne rájfülmem végre! Hát ezt nem hiszem el! Fejlesztettem. Venomot is. A hősömet is. Na végre. Rájfülmem. Gyere kedvesem. Így még. Na jobban most nem tudom, de nem számít. Gyere, téged is felfejlesztene. Király. Jó van. Most egy kicsit megnyugodtam. Téged is fel kéne fejleszteni. És akkor a nodra nem jutott pénz most megint. Ó. Oké, telefonról nem bonyolult játszani, csak néha-néha
megszakad, aztán baj van. Tehát már itt streamelni nem bonyolult, a YouTube gaming appot töltöttem le. De a YouTube, vagy nem is, a Google Play alkalmazása, tehát nem, Google... Valamelyik Google alkalmazásra lehet ugyanígy rögzíteni és streamelni is. És én azt használom most. Na, jó van. Jó van, volt egy kis upgrade-em. Mondjuk a Node-nál is lehetne most már. Mennyi kell még ennek a szar doboznak? 40 perc. Vagy pedig berásoltatom. De ez csak sima doboz. Nem éri meg. Szerintem. Nézzük. Senki nem csatlakozott még, nem tudtok sajnos megcsatlakozni. Remélem, hogy aki megcsinálta a VPN-es regisztrációt, az a napokban most már fog tudni. És nézd, ma nem nagyon tudtam feljebb lépni itt rangot. Tehát, hogy itt a 713-800 és a 318-400-ban nem nagyon léptem rangot. Mert olyan kemény ellenfeleket dobott be. Jó pár meccset elengedtem, de... 2v2-ben is érdekes lenne ez a játék. Ez adná. De ezt nyernem kéne papíron. Szegény elég alacsony szintű hozzám képest. Vagy csak az kije. Tehát ha veszitek, akkor... Na, hát még a hőse is csak 3-as szintű, az enyém 4-es. Játszokatok vele. Mondjuk még azt, hogy bőjétek bele. Oké. Jó van, legyen. Akkor hozd el te az elsőt. Nem érdekel, most már nincs olyan feladatom, hogy mindenképp elsőre győzzek. Jó. Hali Máté. Na, lehet, hogy lövök. Aha. Azt tettük ki. Ezek a cyborgok, konfesszorok viszont nagyon erősek. Tetszik. Lájkolnék ezt.
Húha. Hú, még jól gyarakültem a Harvestert. Ez az! Megvan. Hú, szerintem se gagyi mobil játék, na. Szia, Norton, még hogyha te így gondolod, akkor se. Na, akkor mi van még? Küldi nincs, de... Itt a kocsi, itt marad a kocsi, ide bugzott a kocsi. Nem adott sokat, mi? Most 3.33-on állok a 400-ben. Your jelly. Na, hát maradhatsz a PC változat, mert csak sajnos nincsen új. Nézem megint ezt a Minecraft taktikát. Aztán magamat jól. Jó, kell figyelnem. Igen. Igen. Igen, az első lövés az enyém. Az első lövés az enyém. És jöhetnek a konfesszorok. Ezt lőd a Harvestert lőjét. Ami ellen már nem fog tudni mit hozni. Ez olyan, mint... Másnak a izéja. Nekem a nemezisem a... Hogy hívják már ezt a szart? Mindjárt eszembe jut. Hú, basszus, az a rágyszoros tank az nem tetszik ott. Főleg úgy, hogy nézd már mennyit seb ez. És nem tudom kilőni szájbolgat, de... Na, Zone Trooper, eszembe jutott. Ugyanolyan nem az is. Na ennyi, nincsen több pénze. Nincsen több pénze! Mit értesz az alatt, hogy belassít a YouTube? Áh, király. Mi a, hogy a felbontás, meg minden nem tudsz játszani, vagy valami nem működik, vagy megy. Hát jó van, akkor jó éjszakát, pedig már csak 45 kell a kövi ranghoz. Menjünk, menjünk. Az egész jó, hogy így elhúzom. Jó éjszakát, szia. Az egész jó, hogy így elhúzom. Király lesz. Nem tudom, én szerintem normális a matchmaking. Mármint, hogy ennyit keres. Ennyi belefér. Mondjuk olyan még nem volt, hogy megszakadt volna a kapcsolat. Mielőtt betöltött volna, hogy nem találunk ellenfelet, mert rossz a kapcsolat. Mondjuk ez is poén. Meg amúgy... Nem lehet tudni, mikor jön ki a játék. Meg amúgy mondjuk azt is figyelembe lehet venni, hogy... ez nagyon fog verni. Biztos, hogy jobb egységei lesznek.
Tehát azt is figyelembe vehetjük, hogy amerikaiakkal ellen játszom, és nem szokott laggolni. Tehát egy lag nem szokott lenni. Nem tudom, én azért remélem sikeres lesz. A CNC-nek mindig jó az, hogyha tök mindegy, hogyha még pay to win lenne, de van, aki fizet érte, még az is jó lenne abban a szempontból, hogy ha belegondolunk, hogy ugye mondom, hogy a CNC franchise-nak jót tenne. Oké. Okay. Ez hogy így dupla Harvester a mizével kezdett, és ennyi maradt az egységéből. Vagy hogy elvesztett az egyik Harvesterét, az nagyon sokat jelent. Most abban a szempontból, hogy én nyerjek. Mindjárt meghalom úgy is ott a izén. Ez jó, hogy így alakult. Nem is nekem jó. Ú, basszus, átváltott éjszakai módba a telefonom, amúgy így vettem fel a Noah izét is, az első bemutatómat is, csak elfelejtettem kikapcsolni az éjszakai. Jaj, nem ez az, read mode. És ilyen sárga lesz. Szerintem feladta. Feladta a gyerek, hogy nincs értelme szerintem. Rájött, hogy azzal, hogy kilőttem azt a Harvestert, amikor dupla Harvesterrel kezdett, abban végül is én nyertem. Ki akarom szedni a bázisát. Tudom, hogy ez most így retardság, amit csinálok, de ki akarom szedni így a bázisát. Ez így személyt volt. Hát a több pontot ad érte, nem tudom. Talán egy győzelemre vagyok? 7-10? Á, nem tudom. Jó lenne azt a csomit megszerezni. Egyelőre még úgy látszik, hogy könnyebb dolgom van Noddal, mert alacsonyabb szinten vagyok. És még a skillem bőven jobb, mint ott a többiek ott, és... Bár az előbb egy magas szintűt győztem le. Egy elég magas szintű. Basszus, mikor kezdődik a Halo Wars? Ma is biztos megyünk Halo Wars-ozni. Csak nem tudom, hogy kaptam-e rá az itt. Csak nem láttam. Dupla Harvester. Azt támadjon. Oké. Basszus! Megint hagytam, hogy nem mozogjak a Harvesterekkel. Szóval egy ilyen elbajtázott Harvester az nagyon sokba kerül neki. Viszont ő most nekem fog sokba kerülni. Mert belül. De még kilőttem még egy Harvestert, ez remélem elég indok arra, hogy nyerjek.
Basszus. Egy egységekre megy le. Na, megint! És elvesztettem a csatát. Ne! Ja, itt na vicc, hogy mindjárt kezdhetünk játékot. Halo Wars-ot. Mit szeretnétek, hogy ide rögzítsem, vagy közvetítsem a Halo Wars-ot? Vagy menjen a Twitch-e, vagy a nem tudom én mi az Istenre. Lenne érdeklődés iránta? Halo Wars 2-re 2v2 gyémánt szint megszerzése, már mindjárt megvan a blitz módban, meg a simában, meg a platban haladunk fölfelé. Mindjártok, hogyha lenne érdeklődés. Obelisk. Ez az obelisk, ez szar lesz majd. Ezen a pályán talán nem annyira. Talán itt nem tud annyira megszivatni a fény obeliszkkel. Van olyan pálya, ahol nagyon. De jó, hogy fönt impulszál. Dupla harvesterrel kezd szerintem. Nem lesz pénze semmire. Nem, motorok! Ne, arra menje, úgy, és úgy kerül. És most menj oda. Menj oda. Messze az olyan könnyű. Lehet, hogy nem fogom most megcsinálni akkor ott az hangot. Nem hagyják. Nem fogom tudni elvinni. Lőtték meg előtte. Ez az. Legalább az meg van. Nem ott néz. Ott. Ezt kiszedjük ott fönt. Ne azt lőtt, hanem ez. Ránk szólós tank. Nem, nem akart onnan úgy elmozdulni, ahogy elvártam. Meg lesz. Meg lesz! Nem hiszem. Neki lesz meg. Basszus, nem áll. Említettem, szutyko. Fény a bejéz. Ne menj oda. Mondom, ne menj oda! Hát ezt nem hiszem el, nem tudom kihozni onnan.
Két fény obeliszke van. Basszus, és pont beszorulott. Ennyi obeliszk ellen nem tudok mit csinálni. Nem. Nem tudok mit csinálni. Na, megyek akkor Halo Wars 2-zni, hát... mikor írtad tényleg? Amit... Nem írja. Öt perc. Most írt, akkor még egy belefér. Ez a fény obeliszk, ez... Nem tudom. Az, hogy jó, hogy akkora range-e van. És tényleg ezen... Ez a rohadt fény obeliszk múlva, ráadásul kettőt is le tudott rakni. Teljesen körbevett két pontot. Huszonhatra vagyok attól az ezértől. Ez nem jó nekem, mert be fog keríteni. Kivétel akkor, hogyha gyengülsz egy jelösrát, és nem jön rá, hogy hogy kell engem kinyifontani, mert egyelőre én kidobom azt a Harvesterét. Ez is ötös szintű vágon. Azt lőd, te is azt lőd. Annyi. Ennek annyi, ennek a srácnak. Nem olyan ellenfél, akinek fog. Flame tankra gyúrt, hát ez... Mi? Nem, ő rosszabbul el, mint hogy ez segítsen rajta. Nem fog már segíteni, nem ilyen kevés pénzed van, nem fog segíteni a flame tank. És nem hiszem el, amúgy meg lett volna, nézd meg. Hogyha az előbb nem kapok ki, négy hiányzik. Mivel előbb készítem az Xboxot, mert ezután megyek.
Remélem, hogy nyerem. Inkább fent viszont. És most lent. Beragadnak az egységeim. Ja, azt támad már. Gyorsan. Kilőttem. Ezzel együtt most neked annyi. A lángszorosok azok azért születtek, hogy neked szar legyen. Basszus. Muszáj vagyok ide hívni. Ez az, kiadta a kéta. Érdekes dolgok fognak felém tartani. Kétségtelen. De itt vannak a cyborgok. Amik az ilyen érdekes esetekre specializálódtak. Na mi van? Meg kifagyjál. Ez az. Ennyi. Nyertem. Megvan a szín. Hú. Yeah. Na jó, hát akkor ennyi lett volna a Kamen Rider Rivals ma. És akkor valószínűleg YouTube-on fogom továbbra is közvetíteni ezeket a játékokat, mert Twitch-en nehezebb. Nem is akarja nagyon. De azért megnézzük, mit nyitottam. Hát nem sokat. Gyémánt. Rhino. Venom. Ezeket nyitottam. 10 perc múlva beér a kocsika. Aztán valami más is jöhetné. Na jó van. Volt valami, amit még akartam fejleszteni, mert nem jutott rá. Nem tudom. Nem tudom, talán ennyi. Rendben. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aztán jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok! Szurkolok, hogy minél hamarabb meglegyen nektek is a játék, ha akartok vele játszani. Pá-pá!